A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 28-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban Shakespeare szonettekkel, egy rendhagyó előadásról készült beszámolóval, egy Vox Mirabilis és egy Omega koncerttel, illetve a fehérvári művészek kerítés galériájával várom Önöket. Az Égisz Kultúráért és Művészetért Alapítvány szervezésében irodalmi estet rendeztek Shakespeare szonettjeinek újrafordításáról. A találkozón Takács Tamás vendége volt Fazekas Sándor és Pikli Natália, a kötet lektora. Takács Tamás moderálásával folytatódott az Égisz Kultúráért és Művészetért Alapítvány irodalmi est sorozata. Az Égézőben mutatták be a 2023-ban kiadott William Shakespeare szonettjei című kötetet Fazekas Sándor fordításában. A Shakespeare legenda apropóján az irodalom barátai egy beszélgetés keretében szembesülhettek a fordítói dilemmákkal, hallhattak a nagyon is tetten érhető nyelvi korlátokról, illetve a nagy művek lefordíthatatlanságáról. Szabó Lőrinc fordította utoljára Shakespeare szonetteket, és ez az új fordítás azért kimagaslóan fontos szerintem, ugyanis a Szabó Lőrinc ugye mint költő fordította, ami egy csomó olyan költői képet vitt bele, ami a magyar irodalmi jellemző, viszont Fazekas Sándor fordításában egy kicsit hasonlít sokkal inkább a Shakespeare eredetihez. Fazekas Sándor tehát újrafordította a szonetteket, a nagyívű vállalás, hogy Szabó Lőrinc után, aki a maga költői attitűdjével tette közkincsé Shakespeare 154 szonettjét, figyelemre méltó változásokat nyújt az olvasónak. Ez a koncepciónak a lényege, hogy nem a költői versenyben akartam legyőzni Szabó Lőrincet, mert annak nincsen értelme, hanem egy más jellegű kiadást létrehozni, ami irodalomtörténetileg megtámasztja az egészet. Tehát olyan kontextust épít a mű háta mögé, amelynek a segítségével jobban értjük Shakespeare-nek a szonettjeit. Hiszen hát szabad fordításban adta vissza gyakorlatilag Szabó Lőrinc ezeket a verseket, és egy egészen más gondolati tartalom van mögötte, és ez nem mindig derül ki a fordításaiból, pedig nagyon szép és nagyon időtálló versekről van szó. Ennek tükrében mire számíthat az olvasó? Hiszen azért tudjuk, hogy Shakespeare népszerű, szonettjeit olvassuk, tehát teljesen más. Hát azért meg lehet ismerni a szövegeket nyilván, de a motivumrendszert igyekeztem megtartani, és bőséges jegyzetanyaggal magyarázom a szövegeket. Talán ez a legnagyobb újdonsága a kötetnek. Két nyelvű a kötet, tehát egy angol és egy magyar nyelvű része van, és igyekeztem megvilágítani a szövegnek a tartalmi vonatkozásait, tehát a kortárs angol versekkel vetem össze Shakespeare műveit, illetve a szonettjeit, illetve a kortárs Shakespeare drámákkal is, tehát a drámáknak az olvasói is tanulhatnak ebből, és további fontos kapcsolódásokat láthatunk a lírai életmű és a drámai életmű között. A szerző beszélgető partnere Pikli Natália a kötet lektora volt, aki megerősítette. A könyv alapvetése, hogy az új fordítás az eredeti Shakespeare mű teljességét tudja nyújtani azzal, hogy a szonettek korabeli nyelvi bravúrjai is megmaradjanak. Pont ez a lényeg ennek a kötetnek, hogy nem lecseréli Szabó Lőrincet, hanem együtt kell olvasni, mellé kell tenni, mert ez a kötet mindazt el tudja magyarázni, amit a Szabó Lőrinc fordítás nem. A Szabó Lőrinc fordítások nagyon szépek, csak nagyon sokszor túl szépek, és egy kicsit csalnak, és nem azt mondják, amit Shakespeare eredetileg leírt. És én ebben tudtam segíteni a kötet fordítójának, Fazekas Sándornak, hogy a legfrissebb tudományos eredmények alapján, meg én nagyon sokat olvasok ebből a korból, nagyon sok szöveget, hogy pontosan mit jelentenek a szavak, hogyan kell ezeket úgy átadni, hogy azt jelenti, amit eredetileg jelent Shakespeare korában Shakespeare számára ezek a szavak, és így születtek meg ezek a fordítások. Tehát ezt nem lecseréli Szabó Lőrincet, hanem érdemes talán egymás mellett olvasni a kettőt. És ebben segítnek a jegyzetek is. A küllemében is imponáns kötet közel 500 oldalnyi jegyzetet tartalmaz, amely irodalomtörténeti alapossággal helyezi kontextusba a verseket.
Földi László nagyívű előadással világított rá az 56-os forradalom utóéletére a Vörösmarty Társaság meghívására. A biztonságpolitikai szakember elemezte a migrációs válság, az orosz-ukrán és a palesztin-izraeli háború történéseit is. Rendhagyó estével várta vendégeit a Vörösmarty Társaság november 4-én a Nemzeti Gyásznapon. A társaság meghívására Székesfehérváron tartott előadást Földi László titkos szolgálati szakértő, a Védett Társadalom Alapítvány alelnöke, aki Bobori Zoltán moderálásával a Népek Krisztusa Magyarország 1956, Így élünk ma Európa szorításában című program keretében az 56-os forradalom és szabadsághoz utóéletét, illetve a jelen legfontosabb kérdéseit vette előadásában górcső alá. Tudom, hogy sok elenni, hogy a 20. században sajnos a politikának az erőszak oldala az kezd dominálni, a 21. században szintén. Ezt a következőképpen értem. Ugye én vitatkozva Wittner Máriának a tudásával, illetve a tapasztalatával, de azt kell mondjam, hogy az emberek nagy része keresi azt a megoldást, amelyik a konfrontáció nélküli életet jelenti. Ugye látható módon a történelmünkben, a 20. században különösen, a politika egyre több konfrontációs helyzetet teremt. Az emberek ezt nem értik, nem fogják föl. Vannak, akik ráéreznek ennek a pozitív oldalára, és megpróbálnak tenni valamit ez ellen, de ők mindig kevesebben lesznek. Ugye mai világunkban ugyanezt látjuk 67 évet követően, hogy egy abnormális értékrend kezd virágozni, hogy így fogalmazzak, miközben az emberek nagy része nem érti, nem akarja, nem szereti, és nem akarja elfogadni, és mégis csönd van. Ugye itt jelenik meg az a kérdés, ami 56-ot követően is tulajdonképpen megjelenik, hogy nagyon sok családban érintettek voltak, vagy azért, mert halott volt, vagy azért, mert ugye börtönben voltak családtagok, vagy azért, mert külföldre menekültek családtagok. És mégis úgy tűnt az utcán, úgy tűnt a mindennapokban, hogy túltették magukat ezeken a kérdéseken és problémákon. Ez nem igaz, ez nem így van. Csak hogy a politika ereje, a hatalom ereje, az bizony félelemmel tölti az embereket nagyon sokszor, különösen egy olyan világban, amit ugye mi a szocializmus vagy kommunizmus világaként éltünk meg, tehát egy nagyon erősen központosított, egy akarat mentén, egy párt és egy kormányzati akarat mentén való világ volt. Ugye a rendszerváltás tulajdonképpen azt üzente az embereknek, hogy ez alapvetően meg fog változni, egészen más világ érkezik, és ugye 56-hoz képest tulajdonképpen forradalom, utcai események nélkül lehet majd egy olyan fajta normatívát kialakítani, amit a többség ért, a többség elfogad, és a többség szeretne megélni. Én attól tartok, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, fel is érkezik ide. Földi László szót ejtett az orosz-ukrán háborúról, illetve a gázai övezet egyre inkább kiélezett konfliktusáról is, és úgy fogalmazott, lát ugyan esélyt arra, hogy megnyugtató megoldás szülessék, mielőtt eszkalálódik a háború, ugyanakkor bizonyosabban, hogy tudatosan gyengítik az eddig megszokott elvek mentén élő Európát. Azt nem tudom most megmondani, hogy a kilábalás milyen úton, módon történik majd meg. Én meggyőződéssel hiszem, hogy meg fog történni. Hiszen ha azért a történelme visszalapozunk, mindig voltak kétséges időszakok, és nem csak a 20. század volt ilyen. És mindig a megoldás megérkezett, az emberek megtalálták ezt az utat. Voltak erőterek, amelyek segítettek ebben megtalálni. Az utóbbi időben talán az a legelborzasztóbb, és kicsit ettől érthetetlen a folyamat, hogy minden fölgyorsult. Elképesztő sebességre kapcsolt a történelem, hogy ilyen furán fogalmazzak. Ez részben összefügg a technika fejlődésével, összefügg az információ cunamival, hogy így fogalmazzak, és a kettő együttes tulajdonképpen embert próbáló élethelyzetével. És hogyha erre gondolunk, akkor valóban az van, hogy olyan események követik egymást villámgyorsan, amely korábban 10-20, akár hosszabb időszakokban történhetett meg. Volt egy lehetőség arra, hogy rákészüljünk, volt egy lehetőség arra, hogy megértsük, és tulajdonképpen a megoldást is keressük. Van a világban egy erőtér, ezt nem lehet megkerülni ugyanakkor ezt a kérdést, amelyiknek egyértelműen célja a káosz megteremtése. Annak a káosznak a megteremtése, amely az embereket végképp összezavarja, végképp egy lehetetlen élethelyzetet generál számukra, és elérkezik egy olyan pszichológiai pont, hogy ilyen furán fogalmazzak, amikor azt kéri maga a tömeg, hogy valaki jön és rakjon rendet. Most ezt a káoszteremtők erre várnak.
Ugye vannak ilyen szlengek, egy ilyen megfogalmazások, hogy világkormány, egy teljes globális világ, hogy nemzetállamokra nincsen szükség, hogy a légi kultúrákat, cancel culture, ugye tudjuk jól, azt el kell vetni, egészen más gondolatot kell majd elfogadni az embereknek. És ebben a fajta megoldási technikában a legegyszerűbb módszer, ezt hadd mondjam operatív szempontból is, hogyha nagyon gyorsan összezavarom mindazt, ami egyébként körbevesz bennünket. Ez folyik. Az ukrán-orosz háború nem független a mostani palesztin-izraeli háborútól. Nem független attól, hogy gender elmélet jelenik meg a világban. Nem független attól, hogy a muszlim világ megtámadta tulajdonképpen a keresztény Európát. Ezek mind összeérő történetek. Ezek mind egy tőre fakadó történetek. És hogyha ezt megértjük, akkor talán egy picit értelmezni tudjuk azt is, hogy hogyan tudjunk ezzel ellen védekezni. Szerintem nagyon egyszerű, vissza kell fordulnunk az értékeinkhez. Vissza kell fordulni ahhoz, amit Európa jelentett, hiszen mi Európában akarunk rendet. Amerikában akarjanak az amerikaiak rendet a maguk módján, és így tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a tudatos támadásnak, ilyen értelemben a normalitás, az értékrendek elleni támadásnak vagyunk ma a szenvedő alanyai, és ennek mondom egy módszere az, hogy egy földgyorsított világba kényszerítenek bennünket. A szakember a migrációról sem rejtette véka alá véleményét, megerősítette, csak akkor szűnhet meg az ellenőrizhetetlenül beáramló Európába igyekvő tömeg, ha feltételek nélküli konszenzus születik az európai kormányok között ennek megakadályozására. Ennek a megoldása, mondhatnám, hogy egyszerű és bonyolult egyrészt. Egyszerű lenne, hogyha a tömegek igényéből indulna ki a politika. És nagyon bonyolult akkor, hogyha a tömegek kénytelenek elfoglalni a politika akaratát. Itt egy borzasztó antagonizmus van. Ugye megengedi, úgy fogalmaznék, hogy soha olyan háború a világtörténelemben nem volt, mert hogy most háború van, akárminek is nevezzük, migrációnak, vagy inváziónak, vagy bárminek, amely háborúban a kollaboránsok száma nagyobb lett volna, mint a támadó hadsereg létszáma. Mit értek alatta? Ugye az, hogy 2015-ben gyakorlatilag megnyitjuk Európa határait, szemben az alkotmányos rend tanéval szemben, hiszen az alkotmány azt mondja, hogy a határok sértetetlenek olyanok számára, akik nem tartják be a protokollt, a törvényeket, nincs papírjuk, nem tudjuk, hogy kik ők, nincs identitásuk, nem jöhetnek át a határon. Ez a határ megnyílik politikai döntés alapján. Majd ezt követően gyakorlatilag ez a fajta kollaboráns réteg, amelyet hívhatunk politikai elitnek, vagy gazdasági érdekkörnek, vagy bárminek, minden idegszálával arra koncentrál, hogy fokozza ezt a nyomást. Fokozza az invázió létszámát, fokozza annak a következményeit, amelyet egyébként, hogy említette, megszenvednek a társadalmak, különösen azok, akik óvatlanul beengedték ezt a tömeget, sőt, üdvözölték ennek a tömegnek az érkezését. Ugye Magyarországra nézve rövid távon nyilván van egyfajta védelem, hiszen ugye a magyar politika volt az első, amelyik azt mondta, hogy nem lehet határon átmászkálni számolatlanul és mondjuk protokoll nélkül. Na de mi van a nyugati határunkkal? Mi van az északi határunkkal, amely nyitott? Tehát az a fajta logika, amely Európában elterjedt és Nyugat-Európában megindult, pillanatnyilag Magyarország sem védtelen ezzel szemben, ez a véleményem. Tehát el fog jönni egy pillanat, taktika értelemben újra le kell zárnunk a határokat, nincs mese. Lehet, hogy élveztük ugye 20 évvel ezelőtt, amikor megnyíltak, és nem kellett papírokat mutogatnunk egy határon, meg egy kicsit csempészettünk is ezt, azt, amazt, most nyilván nem nagy dologra gondolok, de jó érzés volt úgy jönni-menni. Ez vissza kell állítanunk a rendet ez ügyben, mert különben nem tudjuk megakadályozni sem az ide érkező bűnözőknek a magatartását és az annak a következményét, sem pedig a tömeget, aki egyszer csak Európában föléleszt azt amazt, hogy ilyen furán fogalmazzak, és keres új prédát magának. Tehát én azt gondolom, hogy ma a védekezés stratégiai kérdéssé vált abszolút értelemben. A védekezés mindig stratégiai kérdés, csak jó, ha nem tudunk róla. Ha megengedi, azt a hasonlatot hagy hozzam, hogy a levegőre gondolunk mi, hogy belélegezzük, és kell is van. És gondolunk a COVID idején erre, amikor nehezen veszünk levegőt, például betegek esetén. A biztonság ugyanilyen, nem kell rá gondolnunk, nem kell vele foglalkoznunk, de amikor jön a kihívás, akkor rájövünk, hogy nagyon is szükséges. Földi László szót ejtett az orosz-ukrán háborúról is, illetve a gázai övezet egyre inkább kiélezett konfliktusáról, és úgy fogalmazott, lát esélyt arra, hogy megoldás szülessék, mielőtt eszkalálódik a háború, ugyanakkor bizonyosabban, hogy tudatosan gyengítik az eddig megszokott elvek mentén élő Európát.
Kivételes siker kísérte a Vox Mirabilis kamarakórus szereplését a lengyelországi Mária Kórusdalok Nemzetközi Fesztiválon. A férfi kar, a női kar és a vegyes kar is a legjobb eredményt érte el. Október 21-én és 22-én rendezték meg a lengyelországi Csesztóvában a 12. Mária Kórusdalok Nemzetközi Fesztivált. A rangos eseményre meghívást kapott a Vox Mirabilis Kamarakórus is. Az együttes három kategóriában férfi kar, női kar és vegyes kar mérettette meg magát. A verseny több hónapos felkészülés előzte meg, hiszen a meghívásos alapon válogatott kórusoknak komoly feltételeket támasztottak. Európa több országából érkezett 8 együttes, akik a nemzetközi zsűri előtt mutatták meg tudásukat. A Vox Mirabilis Kamarakórus kórus történeti sikerekkel bizonyított, a női kar elhódította a verseny fődíját, a férfi kar külön díjban részesült, míg a vegyeskari kategóriában az együttes második helyezést ért el. A rangos szakmai grémium döntése mellett nagy elismerés és megerősítés a kórus karnagya Zemlényi Katica számára, hogy a díjátadó gála hangversenyén ő vezényelhette a résztvevő kórusok egészét a nagy finálé koncerten. Magyar kórus először nyerte el ezt a díjat Csenszohovában, ezen a 12. nemzetközi kórusversenyen, ahol európai kórusok voltak jelen, és hát mi is meghívást kaptunk erre, úgyhogy hát mi most ünnepelünk napról napra, boldogan, örömmel, és mindenkinek fülig ér a szája, mert nagyon nagy dolog volt, hogy három kategóriában indultunk, és három díjat nyertünk, minden kategóriában egyet. Zemlényi Katica a kórus karnagya mellett a felkészülés során kivételes felelősség hárul a szólamvezetőkre is. Ők azok, akik a négy szólam próbáit adott esetben kellő önállósággal és felelősséggel segítik, csapatban gondolkodnak, és komoly szerepük van a közösségi pillanatok megélésében is. Általában ez úgy történik, hogyha van egy célkitűzés, azt a szólamvezetőkkel mindig megvitatjuk, hogy így közösen összeülünk, hogy ez milyen tematika szerint haladjunk. Én az ALT szólamért felelek, az ALT-ban mindenkinek legyen kottája, a tudása stabil, és ez most sem volt másként, hiszen egy versenyre készültünk, és tudott volt, hogy ott kívülről szeretnénk ezeket a műveket közzé tenni, vagy hát megversenyeztetni. Ez nagy feladat volt, és azt is tudtuk, hogy nem az lesz az első megszólaltatása ezeknek a műveknek, hanem lesz előtte 4-5 lehetőségünk, ahol közönség előtt megmutathatjuk a versenyprogramunkat. Hát ez sikerült, hiszen rendkívül felkészültséggel érkeztek, és nagyszerű programokat adtak elő. Ez mennyire erősít meg egy kórustagot? Nagyon jó érzés volt, megható volt, külön drukkoltunk a fiúkért, a fiúk külön drukkoltak nekünk, és mivel lengyelül ment ez az egész konferálás, ott igazából egy fáziskéséssel tudtuk meg, hogy mi nyertük a fődíjat, ezt a Grand Prix-t a női karral. Hát csodálatos érzés volt, és felemelő, és nagyon örültünk a fiúk sikerének is, és természetesen a második helyezésnek a vegyes kar tekintetében. Ebben a megtisztelő tisztségben egy éve vagyok benne, és igazság szerint ez egy nagyon jól működő közösség, viszont 30 embernek a koordinációja nehézkes akkor, hogyha mindenkinek a véleményét, az érzéseit figyelembe akarjuk venni, és a Katica erre rendtentően törekszik. És ezért a szólamvezetők azok, akik továbbítják ezeket az érzéseket és gondolatokat a Katica felé is viszont. És így egy sokkal gördülékenyebb, könnyebb kommunikáció jön létre, és sokkal jobban működünk, mint szervezet is, nem csak mint egy baráti társaság. Miként fogalmazná meg azokat a pillanatokat, amikor Csesztóvában egy ilyen nagy ívű koncertet adott a férfi kar? Hogy zajlott a felkészülés, hogy választottak dalokat?
Hát jött ez a lehetőség egy isteni csodaként gyakorlatilag, és mindannyian éreztük, hogy ez kell nekünk. És onnantól kezdve egy rendkívül fókuszált munka indult meg, és azt éreztem, hogy gyakorlatilag nem is kell túl sokat hozzátennem ehhez, mert mindenki adta azt, amit tudott, amit akart. Tehát mindenki beletette a saját kis egyéni munkáját, a lelkesedését, az érzelmeit, és gyakorlatilag magától alakult. Ez tényleg intenzív munka, ami megelőzte ezt a folyamatot. Majd elindultunk a busszal, hatalmas örömmel és várakozással, hogy végre egy ilyen hosszú útnak a céljához közeledünk. És amikor feléptünk a színpadra, én úgy éreztem, hogy mindenki kapcsol. És a többieket hallgatva, ők is ezt élték meg, hogy nincsen más, a Katica, mi meg az ének szó. És amikor lejöttünk a színpadról, egy nagy levegőt kifújva egy emberként, hogy megcsináltuk. Én a szoprán szólamot vezetem, és nálunk van olyan, aki kisbabás, nekem is 3 gyerekem van, többen olyan munkában dolgozunk, amit ugye ilyenkor össze kell egyeztetnünk, hogy mikor legyen külön próbánk, akkor összebeszélünk a lányokkal, hogy mikor tudunk próbálni, hogy a Katicához már úgy érkezzünk, hogy azért picit tudjuk a műveket. Miként élték meg a csesztóvai csodát? Hát az nagyon izgalmas volt, hiszen egy ilyen versenyt mindig megelőz egy nagyobb felkészülés, és ilyenkor azért jól összejön a csapat is, a társaság, és ugye mivel lengyelül volt, ezért azért mi nem pontosan értettünk mindent, csak próbáltuk kitalálni, hogy akkor, hogy még mindig nem mondják a voxot, még mindig nem, és amikor a legelején kimondták, hogy vox ladies, akkor valami ilyen örömújongás tört ki belőlünk, és tényleg egy csodálatos érzés volt. A szólamvezetőknek valóban van szerepe, de azt gondolom, hogy itt ez egy olyan szinten közösségi eredmény, amit elértünk, hogy itt és ez egy kamarakórusról beszélünk, tehát kevesebb, mint 30 ember, ahol minden egyes kórustagnak nagyon-nagyon nagy felelőssége és nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez a produkció ez úgy összejön, ahogy összejön. A szólamvezetőnek a szerepe az leginkább az, hogy mint egy vitorláshajón, hogy figyeli a legénységet, figyeli azokat, akikkel egy szólamba énekel, figyeli azt, hogy minden össze van a hangolva, figyeli azt, hogy, és az érdekes dolog nem csak az éneklés, hanem figyeli azt, hogy a szólamának a tagjai azok egyébként jól vannak-e, és kicsit odafigyel, kicsit próbál foglalkozni a szólamának a tagjaival, hogyha bármilyen problémát észlel. Tehát ez nem elsősorban egy ilyen szakmai munka, mint ami a kórus karnagyáé, hanem ez egy sokkal inkább ez egy ilyen csapaterősítő, csapatépítő, odafigyelő munka, legalábbis az én szempontomból. Nagyon fontos kérdés, hogy mit él meg egy kórus tag, amikor egy ilyen jelentős nemzetközi fesztiválon méltó sikert arat, amit aztán hazahoz az élménnyel együtt, és megerősíti őt? Hát ebben a specifikus esetben, tehát most a Csensztahováról beszélünk, számomra a legnagyobb öröm és a legnagyobb élmény az volt, hogy az utóbbi időben hónapok óta lehetett hallani arról, hogy a magyarok és a lengyelek nincsenek igazából jól. A magyarok és az ukránok nincsenek jól, és haragszanak egymásra, és a nemzetközi mezőnyben volt ukrán kórus is, és természetesen volt nagyon sok hazai lengyel kórus is, és azt a közös örömet megélni, azt, hogy tudunk örülni egymás sikerének, tudunk örülni annak, amikor valakinek a zeneszáma tényleg szépen szólal meg, és egységesen szólal meg, és hogy ezt ki is tudjuk mutatni egymás felé. Ez volt számomra a legnagyobb élmény, amellett, hogy maga Csensztahová, én most voltam ott először életemben, ez önmagában egy felemelő hely, és egy nagyon-nagyon jó atmoszférájú hely.
Zárásul pedig következzék Berta Gábortól még egy rendhagyó, ugyanakkor megfontolandó adalék a kórus muzsika és a mentális egészség kapcsolódási pontjairól. Az előbb szó volt már arról, hogy az éneklés az személyesen mekkora örömet tud okozni az embereknek, és halljuk egymást énekelni, az mekkora örömet okoz. Ennek megvan egyébként az élettani alapja. Én orvosként ennek valamilyen szinten utána néztem. Tehát, hogyha énekelsz, akkor egyértelműen kimutatható, hogy bizonyos neurotranszmittereknek, szerotoninnak, oxitocinnak a felszabadulása látható az agyban. Ezek mind olyan átvívő anyagok, amik például a depresszió, a magányosodás, a stressz ellen hatnak, és kimutatták azt is, hogy ha csapatban énekelnek az emberek, tehát énekkarban, a zene ritmusára még a saját szívdobbanásuk is szinkronizálódik, tehát egyforma frekvenciával ver az egész énekkarnak a szíve. Tehát ez egy, az éneklés, ezért ez egy fantasztikus, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy terápiás dolog mindenkinek. Ebben a mai világunkban ez különösen jó, hogyha van, tudunk erre időt szánni. Székesfehérvárra is megérkezett Szekeres Tamás 25 év az Omegában című műsora. A kiváló gitáros estjén közreműködött a Vox Mirabilis kamarakórus is. Teltház fogadta országjáró körútján Székesfehérváron is a Szent István Művelődési Házban a legendás gitáros Szekeres Tamás 25 év az Omegában című klasszikus elemekkel ötvözött, nagyrészt Omega dalokból álló különleges produkcióját. Szekeres Tamás 1994 óta a legendás Omega zenekar tiszteletbeli tagjaként meghatározó szerepet töltött be az együttes életében, mint gitáros zeneszerző. Magyarországi, valamint külföldi előadásain a gitárművész és az ütőhangszeresek triásza, a kultikus Omega zenekar és az Omega oratórium dalai mellett Bach és Vivaldi művek is felcsendülnek. Így volt ez a Szent István teremben is, ahol a Vox Mirabilis kamarakórus közreműködésével szólaltak meg a dalok. Én mindig is ötvöztem, hiszen egyszerre kezdtem el klasszikus gitározni és rock gitározni, úgyhogy nálam ez a kettő valahogy mindig együtt volt. Én bevallom férfiasan, hogy nem szoktam zenék között, stílusok között különbséget tenni, számomra vagy jó zene van, vagy rossz zene van, de hát természetesen ez ízlés dolga. Tehát nem az arancs, nem a nyitja, rabja teszi a kalitkát, ez a titka. Így van, ezt még nem hallottam, de nagyon jó, nagyon találó mondás, így van. Mit hallunk ma, hiszen nagyon fontos, hogy ahogy nézegettem, a közönség számtalan korosztályból áll. Igen, azt hiszem, hogy ez is a zene ereje, illetve az Omega számoknak az a generációkon átívelő népszerűsége, amely mindig is megvolt a zenekarban. Ez a mai este annak a 25 évnek az emlékére szól majd, melyet én az Omega zenekarban tölthettem, és igyekeztünk úgy összeválogatni az Omega dalokat, hogy ezek ehhez az emlékezős hangulathoz illeszkedjenek, illetve, ahogy mondottad is, kiegészítettük a műsort néhány klasszikus, illetve néhány saját számmal, ami az én szóló karrieremből táplálkozik. Oráncsen véletlen, hogy már most is sokan vannak, és azt hiszem ez a koncert valamennyit előadására vonatkozik, hiszen itt, bár ez múlt idéző, de azt mondom, hogy egy nagyon komoly jövőképet is mutat. Köszönöm, hogy így látod. Ez az év arról szól, hogy az Omegában töltött időre emlékezhetek, de egyben a szólópályámra való visszatérést is jelenti, illetve kezdtük el ebben az évben, úgyhogy azt a több mint 10 éves szólópályát fogom majd folytatni, amelyet a 80-as évek végén kezdtem, és aztán az Omegához való csatlakozást követően
fölfüggesztettem, ha szabad így mondani. A Vox Mirabilis Karnagy az Emlényi Katica és a sokat látott kórus tagjai számára is kivételes megtiszteltetés és nagy kihívás volt felkészülni az estre, hiszen a repertoáron az egykor mindenki számára ismert slágereket kellett új köntösbe csomagolva előadniuk. Nagyon érdekes volt, amikor megkaptuk a felkérést erre a koncertre, és hát izgultam is egy kicsit emiatt, mert teljesen más műfaj, amiben még nem próbáltuk meg magunkat, de úgy tűnik, hogy nagyon jól együtt tudunk működni Szekeres Tamással, és az egész este ez egy nagyon különleges lesz számunkra is, hiszen másképpen is mást kell énekelni, mint amit megszoktunk. Ami érdekesség az Omegának, hogy a 20 éves kórus tagjaink és az 50 éves kórus tagjaink is ugyanúgy éneklik ezt a dalt, ezeket a dalokat, hiszen ezen nőttek fel az idősebbek, a fiatalok pedig belenőttek ebbe a dologba. Megnéztük a dalokat, és a Tamás az nagyon kedves, hiszen lekottázta nekünk a refréneket, nem csak nekünk, hanem van egy ilyen szetlistája, egy kottalistája, és azt elküldte nekünk, hogy jól tudjunk énekelni. Itt most kérdezgettünk is, hogy az ott fisz, vagy gé, vagy mi, és akkor mondta, hogy hát ahogy gondoljátok. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog nekünk, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. A zsúfolásig megtelt terem zeneértő közönségét Szekeres Tamás és csapata egy felejthetetlen estével ajándékozta meg, egy olyan előadással, ahol a szakralitás és a klasszikus könnyű zene összefort. A Fehérvári Művészek Társaságának tagjai a Várkörúton a múzeum kerítésére költöztették alkotásaikat. A társaság célja, hogy közelebb hozzák a képzőművészetet az arra járó székesfehérváriakhoz. Rendhagyó módon a múzeum Várkörúti kerítésére költözött a Fehérvári Művészek Társaságának tárlata. Az 1992-ben alakult egyesület emberöltönyi távlatot nyújt a képzőművészet barátainak Székesfehérváron, és most egyedi helyszínen mutatja be az évfordulóra elkészült alkotásokat. A festő és grafikus művészek, szobrászok, fotó, ipari és média művészek ezúttal is egyedi művekkel köszöntik az arra járókat. Nagyon izgalmas most ez az ősz a Fehérvári Művészek Társaságánál. Sorra nyitjuk a kiállításokat, tematikus kiállítást, klasszikus nagy téli tárlatot nyitunk, és ez nagyon inspirált ez a kerítéstárlat a kollégákat. Ahogy én most itt hirtelen gyorsan végignéztem a műveket, mindenki igyekezett egy nagyon reprezentatív munkáját megjeleníteni, és ez a kiállítás itt nagyon izgalmas, abból a szempontból is, hogy már hozzászoktak szerintem a városlakók, hiszen a múzeum kerítésén, ha jól számolom, ez már a harmadik szabadtéri kiállítás, aminek amúgy is egy nagyon nagy népszerűsége van. A Köröndön, Pesten és más helyszíneken, azt hiszem, hogy a Covid alatt kerültek először így a kerítésre a munkák. Ünnepelünk, 30 éves a Székesfehérvári Művészek Társasága, tavaly lett volna igazán ősszel ez a nagy ünnep megtartva a tortával és mindenféle nagy örömködéssel, de ugye a hőmérséklet, viszonyok és kulturális intézmények zárva tartása miatt csúsztunk egy icipicit. Kis László, a város méltán népszerű fotográfusa, a kortárs kiállítás egyik ötletgazdája nem titkolja. Kiemelten fontos számukra, hogy ebben a formában a tárlatokon túl a köznapi emberek is megtekinthessék munkáikat, és kivételes élménnyel gazdagodhassanak. Igyekszünk jó úton járni, és úgy látom, vagy úgy látja a társaság egy része, hogy nagyon megváltoztak a fogyasztási szokások. Másképpen nézzük a képeket, és ennek kapcsán is gondoltuk azt, hogy ki kellene jönni az utcára. Én ugye próbálkozom ezzel az utcakép galériával, de azt látom a városban, vagy bármer járok a világban, hogy az emberek feszengenek a galériákban, az utcán viszont nem. Bátran szemlélhetik úgy a műveket, hogy nem érzik azt, hogy most egy olyan térben vannak, ahol viselkedni kell. Itt lehet véleményt mondani, szabadon lehet nézelődni, és hát tulajdonképpen gusztálgatni a műveket. Próbálunk nem boomerek lenni, és menni abba az irányba, hogy kerüljön közel a fogyasztóhoz ez a fajta művészet, amit mi tudunk itt Székesfehérváron csinálni, és ennek úgy látom, hogy az egyik legjobb formája az, hogy a művek kikerülnek az utcára. Maguk a művészek is pozitívan értékelték, hogy ez igen, ez egy másféle millió és másféle műveket mutatnak be, vagy a saját műveik, csak hogy most kicsit más helyen. Ez pozitív
értékelést kapott. Ha majd körbenéztek, fogjátok látni, hogy sokan állítanak ki, olyanok is, akikkel ritkábban találkozunk a Pelikán galériában, vagy a társaság közös rendezvényein. Az ugye egy probléma, hogy mondjuk kerámiát, vagy térbeli tárgyakat hogyan mutatunk meg, de hát egy ilyen modern világban élünk, a fénykép az már mindent megold. Úgyhogy igazándiból mindenki nagy lendülettel jött erre a kiállításra, és próbáltak, amit a Bea is mondott, olyan munkákat hozni, amik reprezentálják akár az elmúlt 30 évet, vagy akár az ő friss tevékenységüket. Nem igazán okozott gondot az, hogy ez egy másfajta médium, sőt, inkább inspirálta a társaságot. És ennek a függvényében látszik is, hogy egy nagyon színes kiállítás, nagyon sokféle anyag, és szerintem lefedjük vele a társaság elmúlt 30 éves időszakát. A kiállítás november 30-áig tekinthető meg. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.